Hello, sziasztok! AliExpress-es rendelés. Hát ez már régóta késik ez a rendelés, és mégse kaptam érte se kupont, semmit. Mutatom, például ma, mai dátum, kezdjünk azzal, látod, hogy első hónap 4-e van, azaz 2024. És ha megnézed, akkor ezek ilyen 15 napos garantált kiszállítások. Hol is van, hogy mikor rendeltem? November 24. Szóval ezek december 15-éig voltak garantálva, hogy jönnek. Hát ennyit arról, hogy hogyan jönnek a garantált rendelések. Hát kétszeres idő alatt se, vagy hogyan, vagy úgy jött meg, vagy körülbelül, vagy... Na mindegy. Szóval beletellett több mint egy hónapba, mert december 24-én már egy hónapos volt, nem 15 napos. És most január van, na, ma jött meg. Állítólag, most kíváncsi vagyok, azért, mert összefűzték, mert rendeltem kétszer valamit, és azt így összekeverte, szétszabdalta, akármit csinált vele. Például ezt a kettő csőfoglalatot azt úgy egy rendelésbe tette, aztán azt egybe, de azt, amikor szállít, meg ott vannak ilyen dugók, ha megnézed, meg ilyen ez az amaz, most, hogy ebből mi jött meg? Ez egy érdekes dolog lesz, ezt így végigböngészni, hogy ebből a rengeteg, nem is tudom hány tételből, ebből mi jött meg? Hát meglátjuk, bontsuk ki ezt a csomagot, hogy mi van egyáltalán bent. Szép nagy zacskó. Megpróbálom úgy megmondani, hogy szemetesnek jó legyen. Ezt mindig elcseszem, és ez egy tök jó szemetes zacsi. Na, szóval ebben a csomagban van több csomag, erre úgy számítottam, ez így jó. Hát ez most így kinéz valahogy. Eddig ez a legszerelésem úgy kinézetre. Most azt kell mondjam, hogy ez már azért tényleg na, hogy dől le az asztalról. Ez most jelált a szavam, hogy vége a karácsonynak, de nekem most hoztam meg a télapó az ajándékokat. Filléres kis vackok, melyikkel kezdjünk? De most tényleg, hogy melyikben mi lehet? Zicseng, csak eszembe jutott a név, na mindegy. Először is megszámolom, hogy hány zacskó jött, vagy az alatt is van. Ez azért nem gyenge. Ugye, mert ezek ilyen, van ami egy szem dugó, meg ilyesmi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 csomagba érkezett, ami össze lett egybe csomagolva, és hogy azt mondják, hogy ezért volt olyan lassú. Szerintem meg azért, mert ezt úgy meglátta a vám, aztán én nem is csodálom, én is azt csináltam volna, hogy ezt azért röntgenezzük, meg ezt gondoljuk már át, hogy ez mit rendel, hogy ez mi ez a sok apró csomag. De hát ezek ilyen 100 forintos vackok. Hát akkor balról jobbra. Álljunk neki, mi aztán pipáljunk rögtön. Na, egy kis zacsi. És ez még bubizacsi is. És ugye, hogy nem bontogatta ki a vám, én azért is csodálom, hogy meg tudták röntgenezni, vagy... Na, ezt teszem, mert sokszor fog kelleni. Tadám! Egy darab, erről beszéltem, hogy ezek ilyen pár forintos vackok. Ez egy darab töltő zsinór a másik notebookomhoz, egy 5,5-esről átalakító, akkor most rá is megyünk a megrendelésre, és ki is pipáljuk, hogy sorba meglegyünk. Vagy kirakjuk először az asztalra? Szóval egy az asztalom. Na, egy másikat. Megint egy bubizzacsi. Szerintem még egy ilyen hasonló vezeték. Hát igen. Jó tippet, nem egy, ez kettő. Szóval itt most akkor kettő tétel. Ez egy 5,5-es drót darab. Már hogy egy 5,5-szer kettő... nem is tudom. 2,1 a belseje, 5,5 a külseje. Ez pedig ugyanaz egy másik cégtől, amit labortápra tudsz kötni, hogy így legalább a notebook töltő... Na mindegy, szóval érted. Itt van még két vezeték. Az is mehet az asztalra. Jöhet a következő. Itt tapogatom, hogy itt alul van valami, és ezt itt fölül próbálom kivágni. Aha, ott is volt. Vajon mi lehet benne? Vezeték, de nem egy, hanem ebből kettőt rendeltem, mert ez nagyon jó minőségű, nem volt olcsó, de ez igen ritka. Ez ahhoz a géphez való, ami a videó elejébe szerepelt, az MSI-hez, a GF63 11-es C-team, vagy valami ilyes típusa. Szóval ez az MSI-nek a töltő dugója, elméletileg, és a
a szabványos átalakító, szóval hogyha rajt van a labortápon egy olyan vég, akkor ezt csak rádugod, és akkor már tudod tölteni, ezt azért beledugom. Szóval ez az, amivel ezt a gépet, elméletileg ez ilyen, belement. Most már csak az kéne, hogy itt legyen a labortáp, és akkor innét meg tudjuk táplálni. És most pont jó, mert itt vannak a labortápok, úgyhogy majd meg fogjuk mérni, hogy mennyit eszik ez a gép, mert ez egy gamer gép. Szóval, menjünk az asztalra, ez is itt van. És visszafelé jövet, bontsunk ki egy csomag. Megint csak úgy van, hogy ebben itt alul van valami, ez szerintem az átalakítószett pont ilyenhez. Aha, az egyik átalakítószett. Na ez az, amikor ezt rá tudod dugdozni. Ugye, amit mutattam kettővel azelőtt, csak hát ebbe olyan fontosak nincsenek benne, de méne legyen, bent van a másik Lenovohoz való, meg egy-kettő vég, szóval ilyen szabványos, ezt rá tudod dugni ide, és így bármilyet, de ez is ugyanaz, hogyha ez van ugye a labortápodra kötve, vagy ez, amit az előbb mondtam, akkor ezeket rá tudod dugni, és akkor bármilyen notit rá tudsz dugni a labortápra. Nosza, akkor ez is mehet ide, ez meg ide vissza, mert csak elvettem onnét, és visszafele jövet, bontsunk egy csomagot. Ugyanolyan tapintása van, de hát rendeltem egy komolyabb ilyen szettet is. Lehet, hogy az is megjött, jó lenne. Ez nem tudom, hogy ugyanaz-e vagy nem-e. Ez egy másik ilyen szett, hát... Elméletileg ez azért egy drágább szett. Az a fele ugyanaz, csak hogy ez miatt, ez egy csatlakozó miatt. Meg hát itt van, nem tudom, ismerős, ez a Lenovo-knál volt ez a csatlakozó. Ez megint ide belepróbáljuk, hogy ez jó-e, mert ennek ez a lényege, az MSI-m. Ó, ez is jó, szóval egy ilyen átalakítóm is van most már. Akkor hát ez a szett is mehet az asztalra. Ugye látszik, hogy ez egy nagyobb. És visszafelé bontsunk egy csomagot. Nem ide teszem a képbe. Hú, mi lenne más? Csatlakozók. Ezek 5 és feles végek, 5 darab. Szintén a labortáp végére tetszőlegesen felforrasztható, mehet az asztalra. Kicsit helyet kell csinálni, mert itt lesz szám még. A lámpa az nem most jött. És bontsunk egy csomagot. Na ez most már egy nagyobb végre. Jaj! Bocsi, ilyen malőrök beleférnek, nem fogom megvágni a videót, ha nem érek rá. Ezt szét tudom tépni. Na, műszerzsinort lehet tesztelni. Gyerekek, de örülök. Ebből kettő jött elméletileg. Igen, egy zacs. Ajajajajajaj, itt ehhez még valami leesett, mindjárt megnézzük. De itt van két műszerzsinor. Na, szóval két darab ugyanolyan műszerzsinor, ami elméletileg jó, csak meg... Mi hullott le a földre? Mik ezek? Jaj, hát ez meg tudjátok-e mi? Hát ez a vágókészlet, ez is ebbe volt. Ja igen, ezt ha néztétek a videó elejét, akkor mutattam, de ehhez kéne lenni még egynek, csak szerintem leesett. Vá, ott vagy. Jó van, ez is megvan. Ez a Dremelhez egy ilyen vágó készlet, befogod, kis vágó korongok, hát nem tudom mennyit érnek, hogy finoman lehet-e vele vágni, ide tesszük az asztalra. A műszerzsinort egy kicsit jobban megboncoljuk. Arra vagyok kíváncsi, hogy ez elméletileg a hegyes aranyos végű, de majd teszteni már fogásra egész tűrhető. Tényleg hegyes, tényleg sárga színű, és nincs letörve a hegye. Szerintem ilyet már rendeltem, annyira nem volt fényes, majd megteszteljük, hogy mennyire használható. A másiknak is megvannak a hegyei. Szóval mehet az asztalra. Bontsunk egy csomagot. Ezt megint vágni kell. Itt nincsen semmi. Ha, a csomagban van egy csomag. Ez biztos tetszett a vámnál. Ami még jobban össze van csomagolva. Várjunk csak. Még jobban össze van csomagolva. Szerintem ez lesz a csőfoglalat, azt kell nyilván becsomagolni, mert kerámia. Igen, az egyik csőfoglalatos rész, a novál jött meg. Ugye, ha csöves erősítőt építesz, ez elengedhetetlen. Ebből hány darabot rendeltem valaki? 1, 2, 3, 4, 5. Szerintem ez 10 lesz, nem?
Ez 10. Megjött, ez 10 foglalat. Ez az, amit Kínából kell rendelni, mert ha itt veszel, akkor is Kínából rendelik neked. Jó, hát az asztalra bontsunk egy csomagot. Még az is lehet, hogy minden megjött ma. Ha jó lenne, ha már ennyit vártunk rá. Mi van benne? Aha, ez egy chipes multiméterhez való. Azóta itt vannak már komplett ceruza multik, szóval nem kell ilyenre. De ez azért van, hogy egy komolyabb multimétert is rá tudjál tenni, és az SMD-t könnyebb legyen mérni, hát hogy ez hasznos vagy nem, azt nem tudom. Bedugod a multiméterbe, és így mérsz fel SMD-t, ugye. Most egyelőre ezt hagyjuk, majd lesz róla teszt videó. Mit szoktam ilyenkor mondani? Hogy mehet az asztalra, bontsunk egy csomagot. Ja, ez nem az, ez már ki van bontva, ezt. Hát ez mi? Gyereksak, annak volt ilyen hangja régen. Hú, az SMD cuccok. Ezt inkább megint így. Mert ez az SMD, meg a nem SMD, meg minden. Hát ezt nem fogom megszámolni, hogy megvan-e a 6000 darab. Kis SMD, kicsit nagyobb SMD. Meg ami zörgötben, azok pedig helipotok. Helipotok, már hogy helitrimmer potok, pici tuti dobozban. Aztán az 1 wattos fémréteg ellenállás csomag, meg ez két kapac, meg egy ellenállás elméletileg, ez az ellenállás csomag. Egy ellenállás SMD csomag, egyféle méretet rendeltem kapacból, meg kétfélét, ha jól emlékszem. Hogy azért legyen itthon, hogyha valamit kell javítani, mindig csak lepiszkálom az alkatrészt, aztán valahonnét bontok, jobb ez így. Ezeket nem is tudom hova rakjam, ezt egy külön sorba fogom rakni, mert így lehet talán értékelni, hogy megjött ez is. Haladunk, és bontsunk egy csomagot. Ez is csőfoglalat lehet, szerintem a Gultfenes. Most már kizárásos alapon megyek. Nem! Ez a Blue Ops potméter hangerő, audiofil hangerő potméter, ami tudni kell, hogy ez nem is potméter. A lizacskó. Ez nem is potméter igazából, hanem egy ellenállás osztós kapcsoló az anyájával is. Jó szorosan, de lehet érezni a ropogást, hát olyan nagyon nem. Na majd megteszteljük, beletesszük az egyik erősítőbe a vacak helyett, a filléres poti helyére. Szállom, hogy ennek ez egy jobb hangja van. Elforgatni el lehet. A teszt az megint egy későbbi videó. Hát tegyük az asztalra. És bontsuk meg az utolsó csomagot, ami egy csomag, akkor ebben lesz a Gultven. Nagyon várom, meg Gultvennel akarok kísérletezni. Ezt miért csomagolták volna be ennyire? Hogy egyáltalán mi ez? Ez egy papírdoboz? Vagy... De ez az, papírdoboz, itt most már lehet érezni. Hát azért, mert a Gultvenes foglalat az rohadt drága. Ritka beszerezhetetlen lett, Gultvenem meg van itthon. Kis doboz. Aha, az meg a másik. No. Ezért itt, hohoho, tényleg mintha még ez a, ez mi? És itt vannak az oktáv foglalatok, meg a hatalmas. Szóval Gultven foglalat, és oktáv foglalat, ez ugye egy cégtől érkezett. Oktáv ugyanúgy szerintem az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, és a leszorítója is annyi. Jaj, nem látom. Így ez jobban áttekinthető, mint az előbb. No, de meglátod, megvan a 10. Prima? Mindenki látja. Mondanom sem kell, asztal. És a végére a legjobban várt 4 darab Gultven. Csak ezt azért mutatom meg, hogy miért ilyen rohadt drága Gultven foglalat. Nem azért, mert ez egy aranyozott,
az már nem sokat, nem osz, nem szorosz, hanem hogy iszonyat anyagmennyiség van benn. Na, ki tudnánk egyet bontani így egy kézzel ebből papírból, hogy valami őrülten nagy. De ez tényleg jó minőségű foglalatnak tűnik. Súlya is van, szóval, hogy ekkora kerámia tárgy, az nem véletlenül kerül 1500 forintba darabja, vagy valami hasonló, még Csájnába se akkor haranyozott. Ezek nagyon szépek. Nézzétek, milyen szépek. Hozzá gultvened bele? Tessék, egy gultven. Tegyük bele. Ugye egy elég furcsa leosztás, egyféleképp jó bele. Így. Így jó. Meg kell nézni, körbe jól jönnek ki a lábak, és akkor mehet. Hol a szép gyerek vagyok így. Pöpec. Végre van a Gu50-hez foglalat, úgyhogy lehet vele kísérletezni. Azért óvatosan vele, mert kétféleképp megy bele, és itt van a csövön egy jelölés, azt ide. Erre részre kell pozícionálni, és akkor úgy épített fel az erősítőt, és utána úgy is kell belerakni, hogy a jelölés, hogyha bele tudod rakni pont fordítva. Szóval óvatosan ezzel a csővel. Egy szóval mehet az asztalra, és akkor ennyi minden jött. Lehet kipipálgatni, hogy mi jött meg. Na, él egy. Hát itt van az oktál, és ő, ez természetesen megjött. Mind a kettő 10 volt, abból 4 volt, ebből ez megjött. Igen, ezek drága játékok voltak. A 10 darab ebből megjött. Na, itt van egy olyan, amit azért nézzünk meg. Mondjuk meg kellett volna nézni, nincs ebben más, nem egy csak indexkép. De ebben nem volt más. Ebben nem volt más. Ja, így jutott eszembe, mert itt azért több dolog van, itt azt nem 5, nem? Talán. Na, ezt is kipipálgatjuk, megjött, hát én meg nem fogom számolni. Mert ugye itt ez a resistor kit, vagy hány darab fogga van, és 1250 darab, a másik az 320 darab, ugye itt van ez. Meg itt van az ellenállás készletünk, még egy kapacitás készlet, egy foggal, nincs 36 érték, 20-720 darabos, ezek itt vannak. Ugye itt tudod egyesével kipipálni, neki lehet állni megszámolni, hogy megvan-e. Ha valakinek van kedve, azt tegyétek be komment, hogy megvan. Nézd, ez ennyi volt, ez ennyi volt, ez ennyi, ez így pont ennyi, megvan ő. Megszámoltad, Franco? Amúgy ez 16 kis ilyen csík, és ha tényleg 20-asában van, akkor ez tényleg 320 darab. De hát lehetne számolgatni, szóval egy. Oké, aztán ezt meg már a kezembe se veszem, mert hát ez 1250 darab. De amúgy ez a 36x20, ez a legalsó, ez a 720 darabos. Ha már pontosan akarok lenni, mert az SMD Resistors az ez. Azért én ráírom a méretét legalább, hogy 0603-as, meg hogy kapac, meg 1206-os, meg kapac, meg 1206-os ellenállat. Hát erre nem kell ráírni, mert ezt úgy látod, hogy helipot. Mivel 5-ösével van, és az látszik is, hogy 5, azért ugye ez 10-esé van, 10, 20, 30, 40, 50, úgyhogy ez is egy könnyen ellenőrizhető tétel, akárcsak a többi. Erre is ráírtam, hogy 1 wattos szed, de ez nekem már van. Hát sajnos csak így van, nincs külön zacskózva. Hát nem vagyok rá sorba rakom, mert bele is mérek azért, nem én lennék. Tadám! Belefért. Szóval, az értékek 10 ohm, 22, 47, 100, 150, 202, 22, 73, 30, itt elég sűrű megrakott. 470, 510 és 680, ugye a vége. A kilósok pedig jönnek 1 kg, 2 kg, 2 kg, 2. Ez nagyon jó, mert ez néha itt nagyon kell csövesni. 3 kg, 3, 4 kg, 7, 5 kg, 1. Ezek ugye ilyen kísérleti ellenállások, nem a végleges audiofil ellenáll. 6K, 8, 10K, 20K, 47K, 51K. 68K, 100K, 220, itt nagy a lépcső, 3, 30, 4, 70, 6, 80 és 1 megóm. Ezek is itt vannak, sikerült megjönniük. Ez ugye 30 féle érték, és itt 10-esével ránézés, azaz 300, az is megjött, úgyhogy kipipáljuk az egészet.
Egyszer igen rendeltem ilyet, akkor tök korrektek voltak, akkor így egyenként zacskóztánk, hát itt könnyebb volt kezelni, az biztos. Mindezt így a bandásból levágva, és forrótak a nylonnal. Ha mindegy, ami van zacsisba, azt mellé teszem. 3-30 nem fogyott olyan gyakran még, de ebben a 3 darab sorba az 1 kiló, vagy 3 párhuzamosan meg 110 om, szóval sok mindent ki lehet bőle rakni. Ha már kísérlet, 5-10. A 2K2-ből tavaly 2-6-os került a csomagba valamiért. Mikor először találkozik az elektronikával, ezt a 4K7-et jegyzi, meg 47K-t szerintem. Ez ebből elkezdett vele így nem hozzáértőként javítgatni, ez nekem olyan 6 éves koromban volt, amikor a papával építgettünk ezt, azt akkor ilyen könyvekben ez 47K-s stabil multivibrátor talán. 47K, meg 4K7, és akkor utána, amikor ezt elkezdi tanulni az ember, akkor jön az, hogy E-sor, és akkor kérdezi a tanár, hogy mert hogy ugye tudjátok-e, hogy nem folyamatos, akármilyen értékekben vannak ellenállások, hanem E-sor szerint, és akkor igen, tudom, például 4K7, 6K8, 5K1, meg ilyenek, attól függ, hogy E-hányas sor. Hát igen, de ez a 4K7, 47K, 470K, 47 ohm, ez a 4-7, ez olyan nagyon elektronikai szám. Valamiért nekem 5K1, ez biztos nem lesz. 6K8, 8K2 sincs abban, akkor 10K, ez egy másik sor volt, amit rendeltem. Direkt most azt hittem zacskós lesz, mert ezek eddig nem is voltak. Meg most már itt tartunk a 10K-nál, ez a kettőse. 1K, 100K, ez nagyon fogy, mert ugye mindig az legyen egy 100 kiló körülbelül, ez a nagyságrend lesz. Szóval ebből szerintem kéne rendelni még 20 darabot az 1K, 10K, 100K-ból, meg a 100 ohmból, mert azok nagyon fogynak. Mert amikor itt számogatsz, meg kísérletezel, akkor ilyeneket dobsz be. Na 150 az például most nincs. Meg a múltkor 470K vagy R helyett K-t küldtek. Szóval 470K-ból rengeteg van. És 470 ohmosból ezek szerint meg akkor nem is volt. Ja, nem is küldtek, és zacskója se volt, most van csak 470 ohmom, eddig ez nem volt. Jó, jöttek a múltkor tapadókonongok, és ennek vannak zacskói. Mondjuk csak 8 darabon van, de az is segítség. Ha visszavonom a 100 ohmról alkotott hú de fogy dolgot, mert az nem fogy, alig fért vissza ide. Megtaláltam alulra csúszva. Na, még 3 fajta van, az 51K, 680K és az 1 megom. Még kell 3 zacsi. Hát bocsi, de hát nekik jobban kell az zacsi, mint nektek, hidd el. Ennek se kell zacsi. Tadam! Ezt inkább ide rátekerem, hogy ne vesszen el, azt nem kell neki zacskó. És akkor ez is megvan, pont bele is fért az 1 wattos ellenállás dobozomba, mehet a helyére. Na, menjünk tovább! Ezt már egyszer úgy emlékszem, kipipáltam, mi van ezzel géppel. Ugye megjött ez a csipesz, ezt is, a kis csipesz mérő zsinórunk. Mérjünk fele egy SMD-t, ha már itt vagyunk az asztalon, multiméterre mindenne. Itt azért nem számít annyira, hogy mekkora az ellenállása, mert áramot nem mérsz. Kihozzuk a kis dugókat. Csak hogy miért nem egyenes ez? Mindegy, azért bele lehet dugni. És most, ha másra nem, de ellenállás mérésre, ha átnyomom, kíváncsiság volt, ha összezárom, akkor mekkora ellenállása van ennek a zsinegnek. Nem rossz. 0,2. Princsó. Most ezt azért rendeltem, hogy milyen klafa lesz ilyen kis SMD-re rámérni, most mindjárt megpróbálom. Hogy egyáltalán rá lehet-e vele mérni. Ugye az a baj, hogy ott a forrasztás az SMD-nél mindig. Ami ilyen felület, és akkor arra akarsz rá... Szóval az SMD, amikor nincs beforrasztva, akkor oké, hogy ezzel meg tudod csiptetni, de a forrasztás miatt annyira azért nem. Rövid is a vezetéke, hogy olyan nagy csodát azért nem várok tőle, de... Na mondjuk rá tudok mérni, ez itt a rövid zár, hú de jó. Ez 240 kilóm. Szóval tök jó, működik. Végülis csak rábökni, hogy könnyebb rábökni egyszerre a kettővel, ez 240 kiló megint. Igaz, hogy itt a kapac van írva. De párhuzamosan volt vele a 240. Hát igen, áramkörben mérni, 100 kiló.
Három körbe mérni egy kicsit, ez így, mérjünk egy kapacitást is. 760 pikó. Hát ez tök jó, jó ez a kis csipesz. Most hát várjatok, talán, hogyha ezzel a kezemmel fogom a kamerát, akkor így meg is tudom nektek mutatni, hogy hogy lehet vele mérni. Meg ha teszek rá egy vakut. Ugye? Szerintem pöpec. Ezt elemzem itt, hogy hogyan van ez a 300 forint, ezt rájöttem, hogy Type 2 5 darab, szóval az 1 darab az 5 darab. Én ezt észre sem vettem, hogy az 5 darab 300 forint, mert hogy itt ebből egyet rendeltem, ebből jött 5, de hát kipipáljuk, mert hát teljesen itt van. Itt lehet. Ez megjött, ugye ez az 5 darab, 1 darab. Észre sem vett, azt hittem 1 darab. Ez az egy, amiről tudtam, hogy ez két darab, hogy ott a kettes. Ez is megjött, ugye ebből jött a kettő. És ez a 8 féle dugó, ebből jött egy. Ez az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Igen, ez konfirmed. Akkor itt vannak ezek a kis vágókorongok, meg a mérőzsinór, ha megnézem. Igen, akkor kettő mérőzsinór jött és egy ilyen vágókorong készlet. Nagyszerű! Akkor ez is megjött, ezt is mind a kettő. Ja, hogy ezt így föl is hozta volna ő így. Ugye az előbb loptam el az acskóját ezeknek a Camu Blue Alps dobozos, de nagyon jó minőségű kapcsolós hangerőszabályzóknak. Ezt láttuk, hogy ebből jött egy-egy darab, hogyha jól emlékszem egy-egy darab. Kicsit lassú ez a gép, egy-egy, igen. Ez is megjött, ez is konfirmed, ja, mindig elfelejtem, amikor több dolog van, akkor az így jön. Na ez mi? Ez, jó, oké, akkor ez is konfirmed. Ez is megvan, csak valami... Na ezt mikor pipáltam ki? Vagy az előbb? Már nem emlékszem, de tudtam, hogy itt van ő is. Úgyhogy akkor minden megjött. Hú, ez azért volt valami. Iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről, ez volt a miért ne rendeljetek Kínából egyszerre sok dolgot egy rendelésbe. Ugye megvan a tanulság, hogy iszonyat lassan fog megjönni, mert az utolsó termék megvárja a legelsőt, és így valami hát 40 nap, vagy annyi nem, 32 nap alatt jött meg a 15 helyet. Sziasztok!